Elindult kedden a koronavírus elleni vakcina harmadik adagjának beadása Romániában a 65 év felettieknek és azoknak, akiknek a betegsége ezt indokolttá teszi. Romániában rekordmagas a fertőzöttek és a halálos esetek száma. Az elmúlt 24 órában több mint 11 ezer koronavírusos fertőzöttet diagnosztizáltak és 280 haltak meg Covid-ban. Hasonlóan magas számokat csak a járvány második hullámának tetőzésekor közöltek. Van egy fiatal betegünk, aki azt mondta, hogy nem hitt a vírusban, a vakcinában pedig még kevésbé, mondja ez az orvos. Nem hitte el, hogy létezik a vírus, most pedig sajnálja, már elhiszi és be akarja magát oltatni. Az oltottak száma Romániában jócskán elmarad az uniós átlag. Az EU-ban a felnőttek mintegy 72%-a kapott legalább két vakcinát, míg Romániában ennek kevesebb, mint fele 33%. Szakértők szerint ebben nagy szerepe van az álhíreknek és a politikusok iránti bizalmatlanságnak.